Kedves nézőink, köszöntjük Önöket Szegvárról, Szarvas János kőfaragó mester otthonából. Üdvözlöm Jani bácsit és Panni nénit, a feleségét. Kedves Jani bácsi, előjáróban is gratulálok a legutóbbi kitüntetéséhez, amelyet ez év augusztus 20-án Ópusztaszeren adtak Önnek, ez pedig a Csongrád Csanád megye alkotói díja. Kedves nézőink, kamerával itt voltunk Jani bácsiéknál, amikor Gémes László, a Csongrád Csanád megyei közgyűlés elnöke személyesen adta át a díjat. Nézzék meg ezt a filmet. Csókolom, jó napot, Jani bácsi! Jani bácsi, engedje meg, hogy a Csongrád Csanád megyei lakosok nevébe a megye alkotó díját át tudjam nyújtani Jani bácsinak az eddigi tevékenységébe is. Tényleg nagyon szépen köszönjük az eddigi munkáját is. Hát nagyon sok erőt és kitartást még a jövőbe, mert van feladat. Hát, ha még bírnék egy kicsit. Biztosan a Jani bácsit ismerem, tudom, hogy mindig tűz feladatokat maga elé. Nem csak én küldök, hanem ti is. Meg még kell, a pár lakos értem Szegváron. Hát, amiben tudunk, segítünk. Megbeszéltük, mink, hogy itt semmi nincs elhanyagolva most legjobban, csak a második világháborús emlék. Igen, igen, igen. Tudnék hozzá adni ilyen darab anyagot még, meg mit ott. De csak úgy, ha összefogás, hogy kicsit. Hát nem, szerintem nem is adjon pénze, hanem... a múltban is ezt megoldottuk. Átadom Jani bácsinak így, hogy... Nagyon szépen köszönöm. Hát ezt nem ezt. Ez megható. És itt a nevére van gravírozva, és ami különlegessége még az éremnek, ki lehet venni. És itt a megyének a térképe van rajta a címerekkel, és az egykori, hogy miért kapta díjat, és az egykori megyeszékhelyek rajta vannak, így Szegvár is helyet kapott. Igen. Ezen az érmen. Nagyon szépen, hát köszönöm. Nagyon sok mindent megcsináltam én a falon. Hát, nem is. Rengeteg hát a minden. A templomot is én húztam már. Igen, már. Rengeteg minden. Zoltárt. Hát mondjuk az pontosan vissza körülött oda tenni. Igen, és igen. Annak passzolni is körülött oda. Hát igen. Hát nem, én emlékszek, sokat dolgozott Jani bácsi, még én voltam is. Hét addig is. Hát mindent. Minden föl lett újítva, tényleg azt mondom, hogy minden. Hát ez az ő hobbija. Igen, már igen, hobbija mondva. Is, igen. Meg ez egy hivatás egyébként, egy életmód is ez, ha úgy nézzük. Nem is, nem mertem rá se gondolni ilyesmire. Hát. Mikor hallottam, mikor róla mondta, nem akartam el. De nagyon szépen köszönöm, hát amit tudtam, én tettem a faluért, amit tudtam. Hát és ez nem csak sok a faluért, hanem az egész megyér is, meg nincs olyan, ha úgy veszük a nemzetér is, mert ez mindegyik oda hozzánk olyan, tartozik. Ami, nincs olyan szobor, nincs olyan körözt, meg, amin nem dolgoztam. Hát igen, tudom. Még kint a Kórószentgyörgyi kisköröztön, amin kápolna, az igen, ott igen. Is, tudom. Arra is, oda is tudom. Beköllött segíteni. Igen, 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 emlékszek. Hát, igen. Én nagyon szépen köszönöm meg a község, meg veletek, hogy rább gondoltatok ilyen. Mert én erőt ad, érted? Erőt. Hát, erőt. Nekünk is, hogy látjuk, hogy van még kitől tanulni, meg jó, hogy... Jó lenne összefogni, az tényleg megoldani ezt a második, mert az sok jó. Ember elveszett. Nem küld a pénz, hogy a pénz nagyon, hanem összefogását. Piti Tibi adta az országházzal a követ. Ott igen, hát onnan a hídtól lett hozva, igen. Igen. Na, ha az megvan, akkor már semmi baj persze. Nincs. Aztán segítenek itt persze. Emberek jó. Is. Megoldjuk. Itt össze kell fogni. Jó. Egyszer össze, mert ha nem is bírom annyira, de tudom, hogy ez, mert akkor is úgy csináltam. Igen, 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 igen. Én választottam ki gyorsan a köveket, ők már fogták, tették is. Ott volt Tibi is. Jó. Meg a Kovács, a Imre. A testvére. Igen, Imre is, tudom, igen, 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 igen. Hát ez nagyon egy nagy csoda. Hát még egyszer, úgy szép. Még szeretnék úgy veled beszélgetni. Ez a kitüntetés méltó elismerése eddigi munkásságának, ön is így gondolja? Mikor Laci, amikor megtudtam azt, hogy na, kapom ezt a díjat, akkor teljesen meg voltam hatódva, mert nem gondoltam erre, sem nem gondoltam erre. Azt gondoltam a sok munkámon köröztül, hogy mindig mondták, hogy megérdemlenék ezt meg az, de az a helyzet, hogy ezt nem gondoltam. Nem gondoltam. Ennyit tudok mondani csak. Hogyan és mikor lett kőfaragó? Úgy lettem kőfaragó, hogy elsőbb a parképítő vállalathoz mentünk föl a 60-as években. Na most,
ott is kőfaragó voltam, csak homokozókat, lépcsőket, támfalokat, meg ilyen kisebb dolgokat csináltunk. És úgy nézett ki a helyzet, hogy Mihály Károly, ez szegvári lakos, Mihály Károly, ismerik Károly, Mihály, az volt a művezető. És megmondom, Dobinál dolgoztunk, elnöki tanács, elnöke volt, ő vezette a parképítést, mert ő művezető volt. Vezette, én meg csináltam a kőmunkát. És mikor ezeket megcsináltunk, kaptunk egy dísz ebédet, Dobi, elnök, az volt a... Na most az a helyzet, hogy utána a kőfaragó vállalat átvett bennünket, az országos kőfaragó vállalat. És ezen köröztül lettem kőfaragó teljes szakmát. Milyen nevezetesebb épületek felújításánál dolgozott? Pesten dolgoztunk állandóan bent a városba. Mindent csináltunk, támfalokat, kerítéseket, lépcsőt, épületeken dolgoztunk. És vidéken is, Oroszlán, Tatabánya, sportpálya, Népstadion, mit mondj, mind, ott állt, nagyon sok nevezetes munkahelyen dolgoztunk. Akkor jött az 56, ugye, hát közben jött a politika, meg mit tudom én mi, kint dolgoztam Mátyásföldön, egy iskola, vagy egy óvoda kerítést csináltunk. Hát mit, oda bevette három diák magát, és ott is haltak meg mind a három, amikor visszamentünk, mert megnéztük a szerszámot. Aztán utána, amikor vége lett, ugye rendszerváltás, vagy mit tudom én, volt, és aztán emelkedett föl a már a Kádár időben, aztán mentünk át jobban a szakmába. Tehát aztán volt, aztán mindenfele, Sopronba, Eszterházi kastély, mindenütt határsával lehetett még akkor is menni, de mindenütt dolgoz, mindenütt. Hát ez volt, ilyen dolgok voltak akkor. Azt tudom, hogy Oroszlánban dolgoztam, és Huska Miska ott volt súlyemelő, és szegvári gyerek. Ott dolgoztam egy fél évig kint, még a lakás a kulcsa is a zsebemben volt. Ilyen dolgok is voltak. 2015-ben szegvárért emlékéremmel tüntették ki. Ez milyen munkákra sarkalta önt? Hát kitüntetést, hát a munkámon köröztül kaptam mindezt, tehát, amit csináltam. Nagyon, nagyon sok mindent. Ugye megcsináltam a szegvári templomot is. A templomot én intéztem el Siklóson a márványt nekik. Ugye én még az áfát is elintéztem, hogy elengedték, még azt is elintéztem. Akkor, haragudogtam egy kicsit, mert a padlófűtést bevezetették volna bele, mert mondtam, de elsumálkolták. És ez a helyzet, hogy végig a munkámon köröztül ment minden. Minden, minden. Nagyon nehéz dolgok voltak itt, megcsináltam nagyon sok mindent. De az olyan is volt benne, hogy nehéz, nehéz volt, mert sose, nem volt sose, mindig, amit ezt kell megcsinálni, mint az önkormányzat is, csak nem volt fedezet rá, nem volt fedezet rá. Sok minden úgy, mert nagyon sok ilyen társadalmi munka, nagyon, hogy megcsináltuk, minden elkészült. A szegvári műemlékszobrokat milyen elgondolás alapján kezdte el restaurálni? A szegvári szobrokról nagyon sokat tudnék mondani. Nagyon olyan, mert nagyon el voltak hanyagolva. A szegvári kórógynál van a falu közepén, ott a falu vége, az a kereszt arra emlékeztet. Az 3 méter, nincs egész 3 magos. Az benne volt ilyen drótkerítés, meg még akkor Hérány ügyvéd élt, benne volt ilyen drótkerítés, akkor integetett az ablakból, hogy megmerjük csinálni, mert még akkor oda a világ. Olyan rendszer is volt, hogy nem nagyon lehetett
és hozzáfogtunk, megcsináltam. Kibontottam a bokorból mindent, megcsináltam, mert valamikor ott volt a falu vége. És úgy elgondolkoztam rajta, akkor már, hogy az a kereszt nagyon régen ott állhatott, mert még annak a talapzata, annak ólommal van bentve. Tehát benne van egy nagy kő, vastag labba, és az ólommal van bentve. Na most ezt megcsináltam, meg mertem csinálni. Nem, és a többit, mind amit csináltam, aztán csináltam a szélmalmi keresztet, ledűt. A szélmalmi keresztnek oda mentek, próbálták, hogy majd ők megcsinálják. Voltak ott vagy négyen, öten ott a darabja. És az a helyzet, hogy három darabú hoztam ide az udvarba, de daruval nem lehetett akkor más. Szóval itt raktam össze, kifúrogattam, és így egymásba ment, ilyen vastag benne. Mert azért, amit megcsináltam, mindig felejtem, hogy az jó meg legyen csinálva. Tehát a többi kereszt, amik vannak, amit legutóbb végig most csináltam, a sápi, itt a Puskin bejárónál, itt is megcsináltam. Kint az újfalusi temető, mert utólag most csináltam, mert hát mondták, hogy azt elhanyagolom, mert az, külön azt is megcsináltam. Csak nem volt rá födözet, mert ha úgy ment, megmondom őszintén, köszönöm Térnainak, Térnai Jánosnak, mert adott 50 ezer forintot abban a munkálatokban, mert meg kellett vennem hozzá minden, ami 2500 forint az az anyag, amit ilyen tubusokban van ragasztó, meg mind, amit kavarok be. Meg kellett venni, de az én is dolgozzak is, és még a pénz is. Ez van. Ilyen dolgok nehezek. Csináltam a Szent Háromság szobrot. Hát az is egy érdekes. A Szent Háromság szobor az egy nagyon komoly dolog. Úgy van összerakva, azt hiszem négy karika. Na van rajta az 8 angyalfej, egy angyalfej esett. A keze nem volt meg, az egyik, ez a bal keze. És meg kell nézni, megvan. De azt nem kérdezte senki, hogy került az oda vissza. Pedig megcsináltam ugyanolyan. És az benne az érdekes, hogy fölül, sokan nem is tudják Szegváron, hogy van egy galamb így, van egy füstölt aranyból, ilyen glória körül az arany így, ami attól féltem, mikor körül volt állványozva, mert olyan 4 méter magas. És attól féltem, hogy valaki fölmegy éjszaka, majd véletlenül leveszi. De nem történt ilyesmi meg. Nagy nehezen meg lett csinálva. De hogy lett megcsinálva, nem volt arra se pénz. Üzentem az önkormányzatnak, adjonak rá. És na, Gyüttpölös Krisztián azt mondta, hogy Jancsi, kaptunk 50-et, elment, akkor már mindjárt mentünk Szentesre vásáron. És így bírtuk tovább folytatni lefele. Gyönyörű virágvázákat és virágtartókat látunk itt az udvarban. Ezeket milyen kövekből és hogyan készíti? Ezeknek a vázáknak a köve siklósi márvány. Van, amelyiknek román, orosz a teteje, ezek a fedlapok rajta. Ez többfajta kőbű van. Van, amelyik az mádrú, magyar kő. Igen. Nagyon gyönyörű, meg szép, meg a környezet, ez mind környezetvédő anyag. Ez olyan, hogy ez a mostani következő világkorszakon végig lesz, ez 40 éves váza. De az a helyzet, hogy ezeket nem viszi le a vihar. Tehát nem, ezek a virág is benne nagyon szép, meg nagy, hát hogy mondjam, én ezt látom legtökéletesebb a mostani viharos évszakokban, ami ezeket a vázákat. Ezeket kék legalább valakinek csinálni tovább. Mert ez nagyon jó. Nagyon hát van ott, vannak, ez is, ez már 20 éves itt, meg mit tudom én, nem van. Ezek a vázák, ezek, és úgy kezdődött ez is el, hogy
mikor az Okis laborban volt, amit mondtam, hogy megnyertük, hát az is egy érdekes volt. Nem is én akartam, hanem a raktáros mondta, hogy Jancsi nevezzé be a kiállításra, mert ő intézős. Beneveztünk az Okis laborba, engem a kőfaragóvál. Na most az a helyzet, hogy én nem gondoltam akkor, hogy hát úgy vettem, fiatal voltam, nem gondoltam, de azért csináltam, megcsináltam. És csak akkor olyan érdekes volt, itthon voltam, és úgy megható volt, mikor küldték, hogy harmadik díjat nyertem. Pedig voltak ám ottan, akik más, harmadik díjat hoztam el, 3000 forintot küldtek postán, itt a feleségem megmondja, és olyan, meghatott akkor. Aztán folytattam ezeket még jobban, ezt a vázacsinálást is. De ezeket nagyon szerettem, hát most már nem nagyon tudom csinálni, mert már megöregedtem, de még mindig volna 60 darabnak, amit kő is megvan, minden. Hát szóval hát én mindig ennek a megszállottja voltam így a munkán köröztül, hogy én mindig szerettem csinálni. Ezt meg nagyon. Csináltam hatalmas kutakat, ilyen csobogó. Ott is van a hátul, az ami az a cseppkő van a tetején. Igen, nagyon. Az is egy csónakos, tele van vízzel, és akkor keringeti a vizet, a szökők is. Szobába való szök. Mindent csináltam. Egy ilyen kőfaragó szakmához milyen gépi és kézi szerszámok kellenek? Ehhez a szerszámok. Amik költek ehhez a kőmunkához, mert bírom vágni, egy gyémántvágók, vizesvágók köllenek. Ez van itt 6 darab vizesvágó. Olyan, ami 4-5 embert bírna foglalkoztatni, de egy sincs már nagyon. Az a helyzet, hogy én mindig szerettem, mert magam csinált, magam oldottam meg sok mindent, mert jó, tudtam heggeszteni, tudtam mindent csinálni. A gépekhöz is szerettem, mert értek hozzá. Most is van, ha megmutatnám be, de megmutatni nem bírom beüzemeltetni, mert 3 fázis motorok vannak rajta, 5 kilowattos motorok. És az a helyzet, hogy elvág, 2 méter hosszan van olyan elvág, van olyan gép, amit megnyomok, és elindul önmaga, de elsőbb elindul a víz. Az is önmaga indul el a víz, és aztán indul el a korong. Kerültem egyet a kerbe, és elvágta a követ. Így is dolgoztam. Akkor a kézi szerszámokat, azok meg fogas, vésők. Szerettem a vésőket élmán csinálni, meg kovács pestről is hozattam, meg a kőfaragóvállalattól is, ott a kovácsok. És szerettem élezni mindent, szóval jó szerszám köllött mindenhez. Mindenhez. Tehát rengeteg kőmunka, rengeteg házak, épületek, szobor alapzatok, mindenhöz köll. Finom szerszám, jó. Kicsi tűvésők a szobroknál is, az angyaloknak a szemeit, vagy mit tudom én, nem, szóval nagyon-nagyon precíz munkát igényel az, hogy kidomborodik, mert nem egyformán a tél, tehát ha van egy 100 éves szobor, azt nem egyformán koptassa az időse. Tehát úgy kell megcsinálni, figyelni kell ott a sublerral, meg kell nagyjából mérni szépen, hogy és azt a részt növelni egy picit, tehát meglátni azt, hogy a szobroknál is. Tehát ha ezt a fejrészt, vagy a fél, nem úgy koptassa az idő, ha észre lehet venni. Tehát egy szoborra ránézek, én már meg tudom mondani, hogy hogy. De nem egyformán koptassa az idő, semmit sem. Az idő. És akkor hát így dolgoztunk, mindent megcsináltunk. A szegvári keresztek helyreállítása, amelyről filmet is készítettünk az Agrárpercekben, igen aprólékos és precíz munkát igényelt. Kapott-e valakitől segítséget ehhez a munkához? Hát ezt a keresztekről is annyit szeretnék még mondani, hogy ez, amit Szegváron itt van, ha összeszámoljuk, tehát a 10 ujjunknál több van, ami minden dolgoztam, minden. És arra nagyon emlékszek, mikor ledűlt a kereszt a szélmalomnál, Nóbik Pista itt volt nálam, ott ült benn.
és ide hozták négyen, öten, itt a feleségem megmondja, na én se tudtam. Megijedtek, ugye majdnem rádült, itt a zaró végre rá is csapódott, és majdnem baleset lett. Na most, hát azt, hogy vállaljon már, ne csináljam meg, azért jöttek ide. És ott a darabja, rajta van a világtartó. De mondjuk Nóbik akkor volt polgármester, az azt mondta, hogy hát csináljon már meg. Hát én aztán nem mindjárt csináltam, mert volt egy fél év, mire elkészít. Mert alapot is kellett neki, mert az nem jó. Hát a régi időkben nem csináltak olyan mély alapot egy keresztnek, vagy egy kisebb szobornak, mint az első világháború szobornak sincs, meg az az alapja, amit mostani megkövetelnek a mostani jármű rázkodtatások. Tehát sok minden, és Kémés Lacinak is köszönhetek azért nagyon sok, mert ő is segített sokat. Nagyon sokat most is, meg mindig segített azért, amit lehetett. Próbálták. Csak mindig nehéz, ha én volt a pénz. Már úgy az anyagra is. Amikor hozzáfogtunk, akkor is a nehezen tal. Pedig de hogy megcsináltuk, mert az utókornak ez nem egy-két évre szól, ez az utókornak észre fogják venni, ha én nem leszek. Észre fogják venni, hogy valaki ezt csinálgatta, mert ez másképp nem megy. Valaki ezt csinálgatta. A legutóbbi munkája a szegvári öregfalusi temetőben az Édesanyák halhatatlanok című szobor. Mit tud erről a szoborról? A legutóbb csináltam a temetőbe az anyák szobrát, se halunk meg. Az a helyzet, hogy ezt egy évvel ezelőtt kezdtem el, mert a fej meg volt repedve, és azt ki kellett műtenem, tehát le kellett mennem ott a vas, tehát volt egy pici vas, lent mélyebben és megrosdásolt, azt ki kellett ott a tűvésővel pucolnom és be. És most egy év után, egy évre rá, mert már előtte csináltam, de ugye meg kell figyelni, hogy reagál. Egy év után most kimentem, és még egyszer teljesen az egészet megint megcsináltam, teljes minden a fej. Most már nem kell neki csinálni semmit, úgyhogy az hosszú ideig az utókornak bírja. Tehát az a helyzet, nem tudok mást mondani, hogy azt, hogy nagyon szép szobor, mert nagyon szép kis szobor, meg az, hogy érdekes. Hány éves ez a szobor? Hát én itt nem tudom pontosan, de mert nincs sehol rajta fölírat, hogy mennyi idő. De olyan 150 körül, inkább több. Ha egészsége engedi, milyen munkák vannak még a tervei között? Hát szeretnék még dolgozni, ha bírnék. A terv az volt, hogy a második világháborús emlékmű, amit csináltak ezelőtt, még régen, vagy 30-20 évvel, ilyen dombon van, az le van már ülepedve. És én mondtam Piti Tibinek, meg mondtam már a jegyzőnek, hogy meg kell csinálni. De összefogással meg lehet. Összefogna a gazdakör, vagy mit tudom én, egy páran térne. Az anyag, ami köld, a követ meg tudjuk szerezni, mert úgy szeretném, hogy így benne van ilyen domba. Most már lehúzódott, értem, valamikor, mikor csinálták, az már 20 éve, vagy 25 éve. Most az, hogy ezt tehát megcsinálni így kő, ilyen érdekes kőre, és elől meg én meg tudnám csinálni, mert van még itt olyan lap, amit gránított, hogy oda férne valami, egy gyertya vagy valami. Tehát másképp, akkor a maga a szobor részt, azt megint
tehát bronzlakkal, tehát az a helyzet, hogy ebben át kell húzni. Én már egyszer megcsináltam a Kossuth szobrot, egyszer lehúztam, hogy ne verje ki a rész, tehát mert ugye régi részből lett az, vagy mit tudom, milyen másik szobrokból lett öntve, én megcsináltam. De ezt is át kell húzni, mert azóta nincs neki semmi csinálva. De meg lehetne olyan szépen részletesen csinálni, csak segítséggel. Mondjuk, ha kőanyag megvan, akkor azt meg tudjuk, meg lehet. Mert azt tudom, hogy az onnan való, nem is mondom, hogy is gyűjt, csak gyűjt. Na most az van benne, hogy meg kék oldani. Mert azok az embereknek, akik elvesztek a második világháború sajnos, az nagyon, nagyon sokan vannak, és fölkék újítani egy kicsit. De összefogáson meg lehetne. Még ha nem is dolgoznék ott annyit, hogy úgy annyira, hanem... Igen. Azt tudom, mikor csináltam az országzászlót, az tetszik itten a főtérennek, meg csináltam oda egy ilyen virágtartót is, akkor is úgy én rámutogattam így a kőre, ezt dobjátok fő, azt dobjátok, és elhoztuk, lefaragtuk, még akkor, és aztán raktam össze. Gyűjt, Bárány Jóska segítettek egy páran. Jó, de nagyon jó, gyűjtük, azt csináltuk. Nagyon örülök neki, ő nekik is, hogy akkor is segítettek. Mert egy akkora dolgot megcsinálni, egy országzászló, hát a falu közepén, hát ez van. Ehhez jó egészséget kívánunk önnek és kedves feleségének, és köszönjük a beszélgetést.